A román politikai pártok összefogása jelentősen csökkenteni az RMDS esélyeit Maros megyében a szuperválasztási évben. Véli Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, aki csütörtökön a 24 plusz című műsorunk vendége volt. Leginkább a román politikai pártok nagy összefogásától fél a szuperválasztási évben, mondta Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök a csütörtöki 24 plusz című műsorunkban. Ciprián Dobre, a Pénélé Maros megyei elnöke még októberben jelentette be, hogy a román pártoknak egyetlen közös jelöltel kellene indítani, és azóta többször is megerősítette, hogy tárgyalnak erről. A tanácselnök elmondta, Maros megyében több a román nemzetiségű, mint a magyar, így egy esetleges RMDS ellenes koalíció jó, nehéz helyzetbe hozná a szövetséget. Hát valóban véleményem szerint ez kell, hogy legyőzzenek. Én remélem, hogy nem lesz erre lehetőség, hogy összefogjanak, mert ha ellenünk összefognak, akkor természetesen, hogy csökkennek az esélyeink, mivel, hogy ne felejtsük el, Maros megyében ilyen 32-33% körül van a magyar lakosság, Marosvásárhelyen pedig ilyen 44% körül van a magyar lakosság, tehát itt ebben a pillanatban szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy összefognak ellenünk, vagy nem fognak össze ellenünk. Elmondta, volt már tapasztalatuk abban, hogy összefogtak a magyar ellenes erők. Lokodi Emőke 2012-es indulásakor például, amikor annak ellenére, hogy minden idők legtöbb szavazatát sikerült megszerezni, Ciprián Dobre került a megyei tanácselnöki székbe, az eddigi leggyengébb mandátumra. Akkor egy másik magyar jelölt is volt, most azonban egyezség született a magyar politikai alakulatok között, hogy ne induljon magyar nemzetiségű vetélytárs. Mindenki menjen el szavazni, bíztatott Péter Ferenc, mert a magyarság érdekeit csak így tudják hatékonyan képviselni.